tudom, mindenki emlékszik 2008-ra, ugye, hogy ott ért minket egy ilyen nagy sok. Akkor döntöttem úgy, hogy lehetetlen, hogy itt van egy óriási rendszer, amit bankingnak, vagy általában financial szektornak hívunk. Ilyen óriási hatást gyakorol az ember életére, és nem értem. Nem értem, hogy hogy működik. Akkor döntöttem úgy, hogy meg akarom érteni jobban, és bár eltöltöttem előtte egy pár évet azzal, hogy különböző, főleg technológiai típusú cégeket alapítottam, de minden egyes alkalommal azzal találkoztam, hogy a bankolás az nekem akadály. Én nem szeretem. Az egész hozzáállás az valahogy egy borzasztó avittas volt. Kifejezetten egyfajta ilyen mély utálattal néztem arra, ha nekem bankolással kellett foglalkozni. Ezzel talán nem vagyunk egyedül. Ez egy viszonylag ismert adat, hogy banking, illetve a finance szektor az mindig elmarad bizalmi szempontból a technológia mellett. Az elmúlt 15-20 évben nem volt olyan pillanat, amikor az ilyen bizalmi index a financial szektor felé nagyobb lett volna 50%-nál. Ezzel szemben a technológia az mindig valahol ott a 70-80% környékén volt. Azért van ez, mert valahogy úgy érezzük mindig, és én mindig úgy éreztem, hogy a technológia az nekem segít, a finance az meg mindig így útban van. Útban van. És ezen úgy voltam egy idő után, hogy hát én technológiával foglalkozok, látom azokat az eszközöket, módszereket, megoldásokat, amikkel sokkal jobb élményt, sokkal jobb szolgáltatásokat lehetne csinálni, és sosem értettem, hogy mi az Istentől nem jelennek meg ezek a piacok. Hasonlóan másokhoz, én is úgy voltam vele, hogy egyszerűen, ha mások nem csinálják, akkor nekünk kell csinálni. Tehát nincs mese, ha sokat beszélünk róla, hogy mennyire nem szeretjük azt, ami a piacon van szolgáltatás, akkor egyszerűen bele kell állni, és el kell kezdeni csinálni. Szerintem ez vezetett ahhoz, hogy az emberek megragadták azt az egyre demokratizálódó technológiai eszköztárat, és elkezdtek azon gondolkodni, hogy akkor hogyan lehetne ezt az eszköztárat olyan megoldásokra használni, ami már úgy néz ki, mint egy pénzügyi szolgáltatás, csak nyilván az első dolga mindenkinek az volt, hogy lehetőség szerint elkerülje a szabályozót. Mindenki megpróbált így először a kórbanki szolgáltatásoktól távol olyan területeken matatni, ahol a szabályozás viszonylag gyenge vagy alacsony. Mert ugye ott be lehetett lépni a piacra egy csomó területtel. Most ami változik, az túl a technológián, meg ezen a felháborodáson is ilyen szenvedélyen, hogy nem szeretjük a bankokat, csináljunk jobbat. Ami változik, hogy egyre több szolgáltatás, illetve egyre több vállalkozó egyre közelebb kerül, vagy közelebb akar menni a kórbanki szolgáltatásokhoz. Ennek számos oka van. Az egyik az, hogy mindenkiből appfejlesztő lesz előbb-utóbb. A másik pedig az, hogy rájövünk arra, hogy itt a kérdés is elhangzott, hogy számtalan tranzakciót meg tudunk oldani bankok nélkül is. Vagy technológia miatt, vagy egyszerűen a szociokulturális környezet úgy alakul. Ugye erre kiváló példa mindenféle crowd izé platformok, én csak így hívom őket, vagy van crowdfunding, crowd equity, crowd csillag, ami nem is elsősorban technológia, szerintem, hanem sokkal inkább egy mentális hozzáállás arra vonatkozóan, hogy igenis tranzakciókat peer-to-peer el lehet végezni. Nem kell hozzá egy közvetítő közeg feltétlenül. Nyilván ennek közvetlen következménye az, hogy mondjuk a lendingben, tehát gyakorlatilag hitelezésben is megjelenik ez a nézőpont. Nagyon sok területen, főleg technológia, de ugyanez elmondható, én dolgoztam egészségügybe, agráriumba, illetve science területén, és minden ilyen területen, ami jelen pillanatban zajlik, az döntően összefoglalható úgy, hogy a közvetítőket próbáljuk. Ez a úgynevezett disintermediation, ahogy az angol mondja. Minél kevesebb szereplő legyen az értékláncban, minél kevesebb szereplőnek legyen arra lehetősége, hogy ezt az 1%-ot, ezt a 0,5%-ot, ezt a 0,25%-ot le tudja csípni, mert ettől válik komplexé a szolgáltatás, és ettől válik drágává a szolgáltatás. A technológia, és ami a kezünkben van, illetve az a társadalmi változás, ami jelen pillanatban zajlik, mind az igény oldalon, mind pedig egyszerűen maga a hozzáállás, hogy mennyire akarunk egymással tranzakciókat végezni, ezáltal a bizalom az áthelyeződik egy központról egy valamilyen csoport felé. Ez lehetővé teszi azt,
hogy gyakorlatilag ez a disintermediation ez egyre inkább megvalósuljon. Szerintem ma az, aki megérti azt, hogy mik azok a folyamatok, ahhoz, amik ahhoz vezetnek egy-egy területen belül, a finance területen belül is, hol tudja azt elérni, hogy átugrik csomó szereplőt, és közvetlenül kapcsolja össze ugye a supply-t meg a demand-ot, azzal óriási rendszerek ellen tud menni, vagy éppen, és ezáltal jelentős értékajánlatot tud tenni. Az a terület, amin én dolgozok, a robo-advisory terület, az kifejezetten erről szól. Az egész banki értékláncban, financial advice-hoz vagy befektetési tanácshoz jut egy ügyfél, az szörnyen fölöslegesen, bonyolultan, hosszúan komplex. Ehhez képest a gépek közvetlenül a piaci összekapcsolás és az ügyfél piacoknak és az ügyfeleknek a közvetlen összekapcsolásával és megfelelő intelligenciával ezt a teljes borzalmat, ami a kettő között van, azt el tudják hagyni. És el is kell hagyni. Semmi ok, semmi értelme nincsen annak. Mindenki olvasott megfelelő mennyiségű finance könyvet ahhoz, hogy tudja, hogy az emberi advice az borzasztóan elfogult, borzasztóan erősen, hogy is mondjam, ösztönző által motivált. Nem tudom, ki emlékszik rá, mikor mondta ezt, ami sokszor szeretett, vagy néha utált Bill Gatesünk. 1994-ben. És amire ő gondolt, az persze egy kicsit más, mint amire mi gondolunk. Ugye arra gondolt, hogy mi alapvetően itt élünk Közép-Kelet-Európában, és arról beszélünk, hogy itt mi fog történni, vagy Nyugat-Európában. De közben van 2 milliárd ember, akinek nincsen bankszámlája a világon. És ők nem is akarnak bankszámlát. Ők tranzakciókat akarnak végrehajtani, az ő gondolatuk az nem arról szól, tehát ők bankolni akarnak, de nem akarnak bankokat számos esetben. Szerintem kétféleképpen lehet megtámadni ezt a piacot. Az egyik az, amikor tradicionális infrastruktúrát használunk, de új ügyfélélményt adunk. Erre kiváló példák ezek a viszonylag széles körben is ismert szolgáltatások. Én ebből legalább 3-at használtam, vagy használok, és minden remélhetően már a 4-et is, mondjuk keresztbe. És amikor arról beszélünk, hogy verseny, meg úgy itt elhangzott, hogy a magyar bankoknak versenyezni kell, sőt szeretnének is versenyezni, és már elhangzott a number 26, mint ilyen, arra is fel kellene készülni, hogy a legnagyobb versenytársak azok nem feltétlenül Magyarországról fognak érkezni. Number 26 a Wirecard rá építette fel azt az ügyfél élménycentrikus banki szolgáltatást, ami most elérhető. Mostantól már van banki licenszük, ez másfél éve szerezték, és ezután rögtön 17 országban rolloutolnak, vagy rolloutolás közben vannak. Tehát innentől kezdve, hogy digitális banknak egy új országban rolloutolni, hogyha ez az egész megvan, akkor jóval-jóval könnyebb, mint egy tradicionális banknak egy másik piacra menni. Tehát ne felejtsük el, hogy jönnek azok is, azok a digitális bankok is errefele, akiket rendfeltétlenül számolunk velük. Hasonlóképpen igaz ez más szolgáltatásokra is. A legnagyobb gond ezzel a hozzáállással, tapasztalat szerint, az az, hogy az egy nagyon bátor dolog, hogy én értek a technológiához, és csinálok egy nagyszerű élményt, és majd azt gondolom, hogy a felhasználók jönnek. És még ha rá is épülök egy meglévő infrastruktúrára, a legnagyobb probléma és az legnagyobb előnye, ami a bankoknak van, az, hogy nekik vannak ügyfeleik, nekem meg nincsenek. Nekem meg kell őket szereznem. És alapvetően a finance az egy bizalmi alapú üzletág. A legnagyobb problémám ennek a bizalomnak a kialakítása. Most akár indokolt, akár indokolatlan egy bank felé ez a bizalom, de valami van. Ha már ott vagyok, akkor elhiszem nekik, hogy kezelik a pénzemet. De ennek a bizalomnak megszerzése egy teljesen új szereplő felé, aki ismeretlen, nincs brandje, az nagyon drága. Drága és hosszú időt vesz igénybe. Úgyhogy bárki, aki ilyenbe fog, azzal számoljon, hogy ez nem egy social media business lesz, ahol 33 forintért szedünk ingyen usereket, ingyenes szolgáltatásért. Kőkemény dollár és euró százakat és ezreket kell költeni ahhoz, és hosszú ideig fog tartani, mire eljutunk oda, hogy valódi ügyfeleink, költő ügyfeleink legyenek. A másik megoldás, hogy új infrastruktúrát építünk, és valójában tradicionális szolgáltatásokat, pénzügyi transzfereket akarunk új infrastruktúrán létrehozni. Ugye erre is van számos példa, meg hát ugye maga a PayPal is egy ilyen
próbálkozás volt korábban. Ugye ez alapvetően blockchain, Ethereum világ, de például a Dwolla az egy ilyen nagyon furcsa köztes megoldás volt, hogy még azelőtt elkezdtünk valami alternatív infrastruktúrát építeni, mielőtt tudtuk volna, hogy az valójában majd a blockchain lesz. Nekik a legnagyobb bajuk, bármennyire is szeretnénk, hogy bár a tradicionális szereplőknek is meg kell küzdeni azzal, hogy valamilyen compliance-nek meg kell felelni, de legalább azt a compliance folyamatot tudjuk, hogy mi le van írva, ott van a törvényben, végig kell csinálni, fárasztó, szörnyű, értelmetlen, fölösleges sokszor, de legalább tudjuk, hogy kell végigcsinálni. Itt azt sem tudjuk, hogy mit kell csinálni. Sem a szabályozó nem tudja, hogy mi az Isten kezdjen ezekkel a cégekkel, sem ők maguk nem tudják, hogy valójában melyik terület alá szeretnének besurranni, de leginkább azt tudják, hogy leginkább el akarjuk kerülni ezt az egészet, ha lehetne. Nyilván nem lehet, előbb-utóbb szükség lesz rá. Tehát itt van egy óriási bizonytalansági faktor, amivel minden ilyen szereplőnek szembe kell néznie, és ez teszi hosszúvá, ez teszi nagyon költségessé az ilyen típusú cégeknek az építését. Végül arról szeretnék beszélni, hogy mindezek után, ha ilyen nehéz csinálni fintech céget, mert ugye nyilván az az üzenet, hogy fintech céget csinálni nehéz és hosszú és fárasztó, de mégis hogy lehet gyorsabban? És azt gondolom, hogy ez az tipikus három út, ami jelen pillanatban is zajlik. Ennek a pár gondolatnak a tapasztalatán, hogy drága, nehéz ügyfelet szerezni, vagy nagyobb bizonytalanság a compliance területén, alapvetően arra jönnek rá fintech szereplők, hogy a legjobb mód az együttműködés. Vagy egymással, number 26 TransferWise példa, vagy már meglévő banki szereplőkkel, teljes MKB program, mi is ott vagyunk, megpróbálunk velük együttműködni. A mi történetünk egyébként a BlueOps-on keresztül, ami egy robo-advisory szolgáltatás, az onnan indul, hogy mi alapvetően mi szerettünk volna ügyfeleket szerezni, tehát és most ott tartunk, hogy majd bankokkal szerzünk együtt, tehát hogy végigmentünk ezen a folyamaton. És a másik, egyre többször van az, ugye most Európában is számos felvásárlás volt, hogy telekom szolgáltató vett fintech céget. Annak ellenére, hogy őket nem számoljuk a versenytársak közé, mint ahogy elhangzott, ennek ellenére sokszor van az, hogy nekik mindenük meg lenne ahhoz, hogy rendes pénzügyi szolgáltatást biztosítsanak, és fognak is csinálni, nem feltétlenül maguktól, hanem együttműködve már meglévő szereplőkkel. Szóval összességében fintech céget csinálni nehéz. Mégis megéri, ha az ember képes ezt a szenvedélytől fűtött, hogy is mondjam, ambivalens érzését a bankolással kapcsolatban valami produktív, alkotó tevékenységbe fordítani, és azt gondolom, hogy itthon lesznek nagyon sokan, akik ezt meg fogják próbálni, remélhetőleg kapnak ehhez megfelelő mennyiségű tőke és partneri támogatást. Azok a szereplők, akik ma a piacon vannak, még csak most ismerik fel annak a lehetőségét, hogy és milyen módon lehetne egyáltalán jó, nemzetközileg sikeres céget csinálni. Tehát sokan itt beszéltek arról, hogy van egy csomó tudásunk, meg technológiánk, meg mit csináltunk először. Halvány fogalmunk sincs, hogy magyar vállalkozások döntő többsége, beleértve jó magamat is, fogalma sincs arról, hogy kell európai szintű céget csinálni. Tök jól elboldogulunk itt a haverok között, megbeszéljük a partnershipeket magyar bankokkal, ezt a nyelvet beszéljük, ezt a piacot értjük, itt ismerjük a szabályozó szerencsétlenkedését, de abban a pillanatban, hogy elmegyünk Lengyelországba, vagy elmegyünk Skandináviába, vagy elmegyünk Németországba, ne adj Isten, ad abszurdum, horribile dictu Amerikai Egyesült Államokba, abban a pillanatban mindent felejtsünk el, amit itt ezen a piacon megtanultunk. Más szereplők, más erőviszonyok, más tudás, a felhasználó igények mások, máshol tartanak. Sok esetben esünk abba a hibába, hogy nyugat felé akarnánk menni, pedig a legtöbb innováció Ázsiában történik. Ne felejtsük el, hogy a világban van 2 milliárd olyan ember, akinek nincsen olyan problémája, hogy nyisson bankszámlát, mert nem akar bankszámlát nyitni, csak tranzakciót akar csinálni. Köszönöm szépen a figyelmet.